talán egy nagyon érdekes tény, hogy az elmúlt 5 évben is látványosan növekedett az állomány is, és maga a termelés is, a tenyésztési eredményeink, hiszen egészen pontosan 6 évvel ezelőtt a laktációs átlagtermelése ennek a fajtának 5900 kiló tej volt, 4 körüli zsírral és 3,5-es fehérjével, és az elmúlt év laktációs zárás eredménye szerint, hogy a 17-es eredményünk még nincsen, ez már 6300 fölé emelkedett. A termelés ellenőrzött állatlétszámunk az 5 évvel ezelőtt még 7000 körül mozgott, és most az idei év elejére újra meghaladtuk a 10000-et, 11000 termelés ellenőrzött tehenünk van. Ebbe természetesen beleértem a kettős és húshasznosításút is, hiszen ugye a magyar tarkát egyfajtának tekintjük, de két irányba tenyésztjük, az egyik irány a hús, a másik pedig a kettős hasznosítású irány, és hát folyamatosan fejlesztünk, ami annyit jelent, hogy reményeink szerint néhány év múlva rendelkezni fog a magyar tarka is genomtenyészértékkel, ami ugye annyit jelent, hogy a tenyésztési előrehaladást azt nagyon meg lehet gyorsítani, hiszen az időintervallum nagyon le fog szűkülni, lerövidül, amíg most ez ilyen 5-6 év, addig, hogyha a genomszelekciót el tudjuk teljes mértékben indítani, akkor ez ilyen másfél évre le fog rövidülni, és így tudjuk a évi 1,5-2%-os genetikai előrehaladást elérni. 32 ezer tehén tartozik most az Egyesület égisze alá, és ezt 1500 tagnak a kezében van. Tehát azért láthatjuk, hogy a magyar tarka fajta inkább a kisüzemek fajtája. Hogyha azt nézzük, hogy ez az 1500 tag hogy oszlik meg, akkor azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy a tagságnak több mint a fele, az 10 vagy annál kevesebb tehénnel rendelkezik. Tehát zömében a paraszti gazdaságokban, a kis gazdaságokban és a középgazdaságokban tartják. Nagy gazdaságból nagyon kevés van, és ugye ez adja tulajdonképpen a termelés ellenőrzésnek, főként a tej termelés ellenőrzésnek a zömét, tehát ezért ez a fajta még mindig nagyon törékeny.